Szép napot, üdvözlöm Önöket! Zala Imre vagyok, a Kecskeméti Service Center üzemeltetője. Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép számmal eljöttek. És külön öröm számomra, hogy bemutathatok Önöknek egy olyan embert, aki számomra egy rendkívül tiszteletreméltó és elismert úriember. Egyébként ennek az üzletnek, a DXM-nek egy dupla gyémánt szintű munkatársa. Azt gondolom, a legjobb helyen vannak, ha a DXM cégre, termékekre és a mögötte lévő üzleti lehetőségre kíváncsiak. Én nem is rabolnám tovább az idejét az úriembernek, nagy szeretettel bemutatnám Önöknek Speck József, DXM dupla gyémántot. Én pedig szeretnék rögtön kérni egy kis lehetőséget arra, hogy ne vegyek a lapomat, hanem baj. Előre egy elővigyázatosságból már levettem. Jó meleg van, megjött a nyár. Én arra gondolkodok mostanában, hogy miért van az, hogy az emberek szeretnének változtatni az életükön, de általában mégis mindig ugyanazt akarják csinálni, mint amit korábban már csináltak, és tudják, hogy az eredménye az nem az volt, mint amit el akartak érni. Van erre valakinek tippje? Jó, ne menjünk bele ebbe. Mert tudom azt, hogy amikor egy ilyen tájékoztatóra elmegy valaki, akkor tele van kérdésekkel, és úgy kíváncsi is arra, ami ott van, meg hát lehet, hogy van olyan is, aki pont úgy áll hozzá, mint ahogy én annak idején, amikor ilyen tájékoztatókra elmentem, mert hát ezelőtt 20 évvel ez elkezdődött ebbe az országba és oldalt, ahol bekerültem én is abba a körbe, akik olvastak az újságban nagyszerű lehetőségekről, és aztán elmentem oda meghallgatni, hogy mi is az a nagyszerű lehetőség. De legtöbbször úgy mentem, hogy majd én jó kivizsgálom, hogy ez a nagyszerű lehetőségben hol van a bibi, és akkor, hogyha megtalálom, akkor azonnal ott ezt majd szóvá is fogom tenni. Mindig okosabb akartam lenni az előadónál. Elő is fordult néha, hogy így beszóltam, meg úgy felismertem, hogy miről van szó. Egész addig még meg nem értettem, hogy mi ez az egész, és az volt nekem a legnagyobb problémám, hogy miért van az, hogy van ott egy ember, aki úgy gondolja, hogy ő tudja azt, hogy én nekem mit kéne hallani, és akkor azt úgy elmondja nekem, és miért nem inkább olyan dologra beszélnek, ami engem érdekel. És én nem szeretnék ebben a hibába esni, ezért azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha így közösen összeraknánk azt, hogy mi is a mai embereknek a legfőbb kihívásai. Segítenek nekem ebben? Hogy ezt így összeszedjük, van-e valakinek tippje, csak így belkihabálásos alapon, hogy mi az, ami foglalkoztatja az embereket, mi az, ami a gondjuk, mi az, amit be akarnak oldani. Egészség. Nagyon jó. Anyagi. Csekkek? Az sem rossz. Rohanó világban élünk, és semmire nincs idő. És nincs idő, tehát jó lenne, lenne idő. Oké, okay. Még valami? Valami korrekt jövőkép. Jövőkép. A jövőkép alatt esetleg arra tetszik gondolni, hogy majd lesz ilyen, mikor az ember idősebb lesz, és akkor, hogy akkor valamiként... Nyugdíj! Aha. Mennyire egybevágnak a gondolataink, hogyha most is felírtam volna ezeket a dolgokat valamire, csak nincs amire felírom, meg nincs amivel felírom, akkor nyilván is ezt a három dolgot írtam volna fel, hogy elsőként azt egyben, hogy egészség itt valamiért, azt került rögtön elő. Ezek a hölgyek egészségesnek tűnnek? Valaki azt mondta egyszer nekem, hogy hát lehet, hogy egészségesek, de a repülőnök az biztos. Az egészség az fontos dolog? Igen. Valaki azt mondta, hogy az egészség nem minden. Ezzel egyet tudunk érteni? De ezzel valaki mondott még hozzá valami mást is. Azt mondta, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Ezzel is egyet tudunk érteni? Úgy hívják az urat egyébként, hogy dr. Bakanek György, szülésznőgyógyász és sportorvos. Budapesten a 4. kerületben rendel, hogyha valakinek szüksége van ilyesmire, nyugodtan megkereseti. És gondolom, hogy neki is feltették néhányszor ezt a kérdést, vagy inkább így nem is ez nem kérdés szokott lenni, hanem valamikor azt mondják az emberek, hogy nem minden az egészség. És ő erre válaszol, hogy tényleg nem. Csak annélkül meg minden semmi. Az a kérdés merülhet fel itt a hallgatóságban, hogy én nekem vajon miért van jogom arra, hogy beszéljek az egészségről. És akkor szeretnék kicsit bemutatkozni. Én korábban nem voltam orvos, meg semmiféle egészségügyi dolgokkal nem foglalkoztam, én vállalatvezető voltam. Ugyanis a autóbusznak a kormány az a vállam alatt helyezkedett el, és én ezért vállalatvezető voltam. Hát
gózfizetéssel foglalkoztam Budapesten. Ilyen 18 méteres szépségekkel járkáltam gyönyörű szép kékautóbuszokkal. Érdekes, mostanában ezek a budapesti kékautóbuszok kezdenek világosodni. Szerintem túl sok hipót vettek. Fakulnak. És az helyzet, hogy abban az időben, amikor még buszoztam, hát nyilván akkor történt, de már a vége felé közeledtem ennek a pályafutásnak, mert az egészségi állapotom kezdett megromlani. Mégpedig a derekam, a gerincem nem bírta a bevetést, ez általában az ilyen nagytestű járművek vezetőinél elő szokott fordulni, nem mindenkinél, de sokaknál, hogy a sokfajta mozgás is, főleg a függőleges mozgás, amit a járművel elkezd szenvedjenek, az a gerincüket tönkreteszik, bocs. És nekem ugyanez volt. Úgyhogy volt, hogy egy hétig tudtam dolgozni, utána 2-3 hétig táplálkozni kellett lennem. És az orvosok keresték a megoldást, adtak gyógyszereket, kenőcsöket, fájdalomcsillapítót, injekciót, terápiát, meg amit elképzelhető mindent, és aztán feladták a küzdelmet, és azt mondta nekem az orvosom, receptre írta majdnem, hogy hagyja abban a buszvezetést. Ez az egyetlen egy jó tanácsa, amit adni tudott. Úgy hívták, hogy a doktor Bobból látszik ott a pecsétjén is. Nem, ez vicc, ezt én csináltam, ezt a receptszerű dolgot, de nagyjából ez volt az egyetlen olyan tanács, amit adni tudott, és azt gondolom, hogy érintett vagyok az egészség kérdésében, meg azt gondolom, hogy ha most így rám néznek, akkor látszik az, hogy nem kerekes székkel jöttem, nem is botokkal, hanem a két lábommal állok, egész jól érzem magamat, hogy ha akarok, akkor még le is tudok hajolni. Hát nincsen semmi bajom, csak szórakoztam kicsit. Oké, tehát ezért gondolom azt, hogy beszélhetünk az egészségről, hiszen valami történt az elmúlt 5 évben velem. Ezt majd később, hogy mi is történt. Beszéltünk itt az anyagi helyzetről. Több szabadidő, meg ilyenek. Pénzre lehet szabadidőt venni? Bólogat nagyon ott az úriember. Ezek szerint igen. Fontos az anyagi helyzet? Igen. Erre is van egy idézetem, hogy a pénz nem a legfontosabb dolog az ember életében. Látszik, hogy ez is egy idézet, ugye, de csak a fele, mert a végén nincs meg idézője, tehát tart ezt tovább is. És Robert Kiyosaki azt mondja, hogy a pénz nem a legfontosabb dolog az ember életében, de minden hatással van, amit fontosnak tart. Ugye? Én kifejezetten egy olyan ember vagyok, akit nem érdekel a pénz. De komolyan. Tehát én annyira elrenégnék tőle, hogy pillérem se lenne, de ahányszor a benzinkútra megyek, a kutas mindig pénzt kér a benzinek. Ahányszor elmegyünk bevásárolni, ott is mindig pénzt kérem tőlem. Ezt meg lehetne oldani pénz nélkül, tessék olyan lenni. Tehát fontos dolog, és az embernek a életére befolyással van, és az anyagi életünkkel kapcsolatban ilyen dolgok merülnek én bennem fel, amik ott a képen látszanak. Gyerekkoromban ilyenekre álmodoztam. És az a tapasztalatom, hogy sok embernek voltak ilyen álmai kicsi korában, fiatal korában, aztán a felnőtt emberek, a csúnya felnőttek, azok igyekeztek és meg is oldották azt, hogy kijöjjék ezeket az álmokat belőlük. Így át lettek húzva. Sőt, az anyagi helyzetüknek az alakulása miatt inkább ezek lettek a hangsúlyosak, hogy üres az embereknek a zsebe. Meg hogy emberek ítélkeznek fölöttük, és sajnos hallom nap mint nap, hogy munkahelyek így megszűnnek, és így rúgják ki az embereket a munkahelyétől. De a szomorú lett itt mindenki most. Valakit kirúgtak mostan? Sőt, picikét én ezt még fokoznám, mert aztán azok az álmok úgy teljesen eltűnnek, az utazás, meg a nagyház, meg a szép autó, és már csak ez marad. Az embereknek a nagy része semmi egyébben nem foglalkozik, az életének a nagy részében csak ezzel. Az tényleg elszomorító. És akkor jön a harmadik dolog, amiről az előbb beszéltünk. Az időskor. Megint megkérdezhetnéd valaki, hogy most milyen jogon beszélek én az időskorról. Remélem, hogy nem látszok túl idősnek. De azt nagyon remélem, hogy majd leszek idős. Sőt, még azt is remélem, hogy sokáig leszek idős ember. Miután még sokáig fiatal leszek. Tehát jó hosszú életet szeretnék élni. Az időskorról inkább beszél a szakember. A 120 éves magyar társadalmiztás megszűnt. Nincs társadalombiztosítás. Ez egyébként a nyugdíjvonalon a lényegesebb, mert a nyugdíj vonatkozásában sincs. Adót fizetünk,
és ezért majd valamennyi nyugdíjat fog fizetni az állam. Magyarán fizethetem most a járulékot, a nyugdíjjárulékot, igen, de nem garantált a... Nem, semmifajta alkotmányos garancia nincsen a magyar alkotmányban pillanatnyilag, az alaptörvényben arra, hogy ezért mi jár. Nincs. Dr. Mihály Péter, közgazdász, egyetemi tanár, kicsit jobban érte a dolgokat, mint én. Biztos nem vettem volna észre azt, hogy ilyen dolgok történtek, és ahogyan ebben a beszélgetésben egyébként erről is szó van, nem is vettük észre. Tehát ez úgy történt meg, hogy senki nem vette észre, de megtörtént. Tehát valami ilyesfajta háttérrel kell neki várnunk a következő éveknek, évtizedeknek, és eljutni abba az időskorba, amit nyugdíjas kornak hívnak. Most sikerült meg én mindenkit nagyon elszomorítanom. De akkor folytassuk tovább a szomorúságot. Én összegeztem egy kicsit ezeket a dolgokat, úgy nevezem én ezt, hogy a hagyományos életmód, ami valahogy így épül fel az ember gyerekkora után következik egy ilyen tanulási időszak, vagyis hát a gyerekkorban kezdődik ez nyilván. Utána jön egy olyan időszak, amit régebben még lehetett róla beszélni, hogy 40 évig munka, sőt még olyanról is lehetett beszélni, hogy valaki egy munkahelyen dolgozta végig az életét, de ilyenek ma már nem nagyon vannak, vagy csak olyan, mint a fehér holló. Aztán jön a nyugdíjas kor, amiről az előbb szó volt, és elég én hozzáteszek két adalékot, hogy a nyugdíj az mindig kevesebb, már most is, mint amennyi az aktív időszakban volt a pénz, később ez még sajnos még rosszabb lesz. Illetve, hogy amikor a nyugdíjasnak véget ér a földi pályafutása, akkor az örökösei már nem kapnak utána semmit sem. Tehát azzal, hogy vége van. Van egy jó hírem. Mostantól kezdve ilyen szomorú dolgokról már nem fog beszélni, hanem bemutatom, hogy mivel készültem, ez csak a bevezető volt. Szeretném bemutatni a DXN céget, és fogás fogom mutatni. Be fogom mutatni a DXN-nek a termékeit. Megpróbálom kicsit megvilágítani azt, hogy a DXN hogyan képes azokra a kérdésekre vagy problémákra választ adni, amit itt az elején közösen összeszedegettünk. Kicsit beszélnék a saját történetünkről, a saját eredményeinkről, és aztán arról is, hogy önnek ez a dolog hogyan tudna működni, hogyan csatlakozhat és hogyan lehet sikeres. Ez így oké? Okay? Jó lesz ez? Jó. Akkor még mielőtt nagyon belevágnánk, beszéljünk meg gyorsan még három olyan dolgot, ami nagyon fontos. Hiszen érdemes olyan dolgokkal foglalkozni ma a világban, ami működik, ami trendi. Igaz? Van három ilyen dolog. De több is van, de én hármat szedtem össze, főként azért, mert ez mindegyik jellemző a DXN-re. Az egyik az a wellness. És nem véletlen a kép, én nagyon el tudom képzelni magamat, hogy én túlkoltam egy ilyen székbe, akár egész nap. Van ezzel még így valaki? Szuper. De a wellness az nem csak erről szól, hogy, hogy egész nap semmit sem csinálunk, hanem ugye az egészséges táplálkozás, a sport, az egészséges életmód, mindenféle ilyen masszázsok, meg ilyen, mert sok minden bele tartozik ebbe, meg a wellness szállodák azok ugye erre jöttek létre, hogy az emberek oda mennek, ott töltenek egy hétvégét, és akkor rendbe teszik magukat. Az egyik barátom azt szokta mondani, hogy beleülnek egy bugyogó vízbe. Nem tudom, én nekem a vízről mindig az eszembe már, hogy a víz mértékegységéről, hogy az liter vagy hektoliter. A bugyogó víz az nem tudom mennyire. Jó, vagy a barátom azt tudja, nyilván. Szóval, hogy a DXN az egyébként egy wellness cég. Egy másik fontos trend az, hogy az emberek szeretnék az internetet, ha már van nekik, mert most már általában mindenkinek van, használni, hogy keressenek az interneten. Most nem arra gondolok, hogy Google-ba beírnak valamit és akkor azt megkeresik, hanem hogy pénzt kereshessenek. Nyilván ez a bankkártya is arra utal, hogy valaki keres. Ebben az esetben nem az, aki éppen a számítógépnél ül, mert nyilván éppen fizet vele, de hogyha már fizetni tud valaki bankkártyával az interneten, akkor lehet, hogy keresni is tud pénzt, amit aztán utána el tud költeni. Ez így jó, nem? Van egy harmadik nagyszerű dolog, amikor az emberek otthonról szeretnének dolgozni, és hogyha valakinek ilyen nagyon szuper otthona van, hogy a kertjében egy ekkora tó van, amiben így be tud ülni, akkor az már jelent valamit. Igen, sokan vannak, akik nem szeretnének már gyerekszülés után visszamenni dolgozni, ismerek ilyeneket, meg ismerek olyanokat is sajnos, akik akarnának, csak nem tudnak. A környezetünkben nem egy ilyen van, több diplomával ott vannak a kisgyerekek, meg tudnák oldani, hogy bejárni a munkahelyre, és nem veszik fel sehová. Úgyhogy
marad ez a lehetőség, hogy akkor próbálj meg valami otthonról. Hát erre mind az egészre a DX-nek tud egy választ adni. Nyilván nekünk sokkal jobb számítógépeink vannak, mint amit a képen látható, mert annak nincsen képe, valószínűleg az új ember bejtette a vízbe, hogy bevallogott oda. Úgyhogy az állatos lett, az enyém az jól működik. Annyira jó, hogy meg tudom mutatni a Galadermát, mert erről fontos beszélnünk. Valószínűleg senki nem hallotta még a nevét, én sem hallottam egészen addig, amíg először nem mondták ki előttem, és akkor nem tudtam, hogy miről beszélnek. Még el nem magyarázták. Egyébként ezek gombák, gyógygombák. A tapló gombák családjába tartozik, és magyarul is van neve, úgy hívják, hogy lakos tapló, vagy pedig pecsétvíz gomba, vagy mind a kettő a színére és a szépségére utal. Mi amellett, hogy gyönyörű, és nagyon jó esik az embernek nézni, amellett komoly dolgokat tud. Erről egy pár dolgot szeretnék elmondani, felsoroltam néhány tényt. Az egyik az az, hogy óriási múltja van már, keleten több mint 4000 éve ismerik és használják. Arra, hogy az egészségi állapotukat az emberek megőrizzék, főként az uralkodó osztály, vagy kizárólag az uralkodó osztály annak idején Kínában. Az egyszerű emberek csak megtalálhatták és odaadhatták, a császár megette és jobban érezte magát, és tovább tudott élni. De hogyha az egyszerű ember megette és ne találtán erre rájöttek, akkor meglevágták a fejét, és ezzel vége volt a pályafutásának. Ennyire értékes ez a gomba, hiszen felerősíti az emberi szervezet öngyógyító képességeit, amik egyébként bele vannak kódolva a mi testünkbe, úgyhogy bármilyen probléma megmondja fel, azok meg tudnak, tehát az emberi szervezet meg tud vele küzdeni amúgy is, de a Galaderma gombát fogyasztó embereknek sokkal könnyebben, sokkal egyszerűbben megy. És azt gondolom tőlem, mint valamikor buszvezetőtől ennyi bőven elég is az orvosi részéről, mert később azt mondom, hogy két mondattal később fogok tudni mutatni egy helyet, ahol jobban utána lehet nézni. Nincsen ellenjavallat. Tehát amióta ezt a gombát használják emberi étkezésre, sehonnan nem érkeztek olyan hírek, hogy valakinek valami problémát jelentett volna a fogyasztása. Egyetlen egy dolgot kivéve, és erről fontos beszélni, és akkor mindjárt elmondom a másik tulajdonságát is. Aki ezt a gombát fogyasztja, annak a szervezetében elindul egy méregtelenítési folyamat. És hogyha ennek a méregtelenítési folyamat alatt nem fogyasztana elég folyadékot, akkor azok a méreganyagok, amiket a gomba szeretne kihozni onnan, nincs, amivel távozzon. És ilyenkor az szokott történni, hogy megfájdul a feje annak, aki fogyasztja, és meg szoktok minket kérdezni, hogy most elkezdtem én is fogyasztani azt a gombát, amit te javasoltál, de nekem megfájdult tőle a fejem. És ilyenkor, hogyha ezt előre nem tudtuk tisztázni, akkor érdemes tisztázni, nem tőle fájdult meg, hanem attól a folyamattól, ami elindult, és általában ki is derül ilyenkor, hogy az ilyen emberek azok a reggeli kávéjukon, meg az ebéd után megívott kérdezi vizet, kívül sok folyadékot nem szoktak inni. Hát az a 3 liter főleg ilyen melegbe felnőtt embernek. Az fontos. Bármeddig fogyasztható, ez is nagyon fontos, hogy nem hasonlít ebben a tekintetben a gyógynövényekre, illetve egyes gyógynövényekre, amik a fogyasztásánál bizonyos idő után szünetettel tartani, hogy nem tudom, hogy miért, de kell. A Galaderma gomba esetében ilyen nincsen, bármi lehet fogyasztani. És itt van az a mondat, amit annyira vártam, mert ez felment engem minden felelősség alól, hiszen az a jó, hogy a hivatalos orvoslás ismeri és elismeri a Galadermát, és rengeteg irodalma van, hogyha valaki a számítógépét és az internetet mégis arra használja, vagy keresse rajta a Google-on keresztül, és beírja azt, hogy Galaderma vagy pecsétvíz gomba, akkor fog találni rengeteg klinikai tesztről szóló leírást, illetve a PubMed.org-on is rengeteg anyagot fog tudni találni, úgyhogy nem kell nekem bizonygatni, mert bebizonyították tudós emberek előttem, meg folyamatosan ezt teszik, hogy ez egy nagyszerű dolog és komoly hatással van az ember szervezetére. Ígértem, hogy beszélek a DXN cégről, nagyon-nagyon röviden szeretném ezt is megtenni. A DXN egy maláziai vállalat, éppen idén lesz 20 éves, az a 20-as szám az pont arra utalott a kép aljában. Novemberben lesz egy születésnapi ünnepség Kuala-Lumpurban, és nincs ott leszünk. Most már harmadszor. Ezt meg azért fontos elmondanom, mert azok a dolgok, amiket a DXN-ről és a DXN termékeiről mondok, azokat nem egy könyvben olvastam, meg videón láttam, hanem ott voltam és önmagam
mert tudtam megtapasztalni, úgyhogy le is ellenőriztük ezeket a dolgokat, hogy a végszen a legnagyobb gondolat elmondta termesztő a világon, és megkérdezhetné valaki, hogy ezt vajon hogyan bírtam le ellenőrizni. Hát a számok alapján nagyon egyszerű, tehát nyilván nem mentem végig az összes malajziai vállalaton, aki gonoderma termesztéssel foglalkozik, és így centiméterre nem hasonlítottam össze őket, viszont a forgalom szempontjából, hiszen a DXM a 28. legnagyobb emelem cég a világon, és vannak mások is, akik gonodermával foglalkoznak, vannak mások is, akik ellenrendszerben foglalkoznak ezzel, de az első és a 28. hely között nem található gonodermával foglalkozó cég, a 28. a DXM, az összes emelem között, és első a gonoderma termesztők között a forgalom szempontjából, ilyen egyszerűen már is megállapítható, hogy ő a legnagyobb. 5 millió törzsvásárlója van a DXM-nek, szerte a világon, és egy nagyon-nagyon jó szám az 5 millió mellett a 40 ezer. Ugyanis jön a 40 ezer, meg a 4 év. 4 éve van jelen Európában a DXM, ez alatt a 4 év alatt 40 ezer tag csatlakozott a DXM-hez erről a földrészről, a 800 millió európaiból már 40 ezer csatlakoztak. Szóval valaki itt van, biztos van valaki tanár itt a környéken, és ki tudja számítani, hogy ez hány tizedezrelék. Nagyon kevés, tehát igazából még nem kezdtünk semmit sem. Viszont az 5 millió az nagyon fontos, mert ebből meg az következik, hogy ahol a DXM egyszer elindította az üzletét, ott előbb-utóbb egy óriási növekedés indult el, és nagyon sok ember csatlakozott hozzájuk. Például Ausztráliában, Indonéziában, az ázsiai országokban, az öbölországokban is, Közép- és Észak-Amerikában is már. Ugyanez várható Európában is, tehát ha valaki mostanában kapcsolódik be a DXM munkájába, akkor ő ezt nyomon fogja tudni követni, illetve még egy jobb lehetőség, hogy nem csak nyomon követi, hanem a hasznát is fogja élvezni ennek a megnövekedésnek, ami várható. Mennyi? Nem sikerült. Tehát annyira sok a nulla. Teljesítő 800 millió. És abból 40 ezer. A DXM-nek a szlogenje így hangzik magyarul, egy világ, egy piac, illetve hogy minden egy kézben. Ez arról szól, hogy ez a cég, ez egy olyan MLM cég, amelyikhez, ha valaki egyszer csatlakozik bárhol a világon, akkor akárhol a világon tudja utána építeni az üzletét, és bárhol vásárolt DXM terméket, anélkül, hogy az adott országban is lenne újabb regisztrációja. Tehát egyetlen egy 5000 forintos regisztrációval gyakorlatilag az egész világra jogot kap arra, hogy a saját hálózatát, a saját üzletét építse, és a háttérben pedig egy olyan cég húzódik meg, amelyik mindent önmaga meg tud oldani, tehát az összes gyógynövény és kávé termesztésétől kezdve ezeknek a születelése, gyártása, feldolgozása és a logisztika és a szállítás és az elszámolás minden az égvilágon a DXM-en belül bonyolódik. Nincsenek beszállítók, nincsenek alvállalkozók, nincsenek kockázat, és a legjobb áron tudja előállítani és forgalmazni ezeket a termékeket. Az 1%-nak az 5000-éke. Az igen. Hát akkor ennyi történt eddig Európában. Szerintem ez egy jó szám, ezt meg fölírom volna. Ígértem, hogy beszélek a DXM termékeiről is. Hoztam is egy képet. Tavaly novemberben készült Dubajban, és én készítettem. Ott is ott voltunk. Ez az egyik dubai service center, a részben egyik ottani lerakata, és látszik, hogy milyen sokfajta terméke van a DXM-nek. Azért vagyok jó helyzetben, mert elég ennyit mutatnom a DXM termékeiről, hiszen gyakorlatilag itt ebben a service centerben is már is hozzájutunk ezekkel a termékekhez, megkóstolhatók, mindenkinek a meghívója fel van szerelve, megfelelő mennyiségű termékkel, úgyhogy ő is meg tudja ezt mutatni, készült erről, nyomtatott és elektronikus anyag is, úgyhogy mindenki utána tud járni, de azért, hogy egy kicsit többet mondjak, mégis meg kísérlem, hogy így kategóriánként azért egy pár szót mondok, például a kávékról. A kávékról később még beszélni fogok, hiszen üzletileg is egy nagyszerű dolog a kávé, de most csak annyit, hogy többfajta kávék van, összesen 7. Ebből a 6 olyan, amelyikben brazil alap, arabica kávé az alap, és gondolom van benne, és van egy 7., egy extra, amelyik viszont robusta kávéból készült, és egy ilyen hosszú németes törökös kávé készíthető belőle, az pedig egy ilyen, hogy hívják, filteres
kávét, tehát ilyen forró vízből a filtert kell beletenni. A többi kávé, ez pedig instant kávé, tudják a gondolának kivonatokat bele kell keverni az üzemben. Van olyan, amelyikben semmi nincsen, csak a kávé és a gonoderma, és vannak olyanok, amik már ízesítve vannak nátszukorral, illetve kókuszból készült ilyen krémesítő tejporszerű anyaggal. Nagyon finom, most majdnem nem tudok tovább beszélni, a csorogony állam mindjárt csak az én beszélek róla. Mindenki felismerte? Hogy? Úgy hívják, hogy Barilla Pasquale, az Ergo zenekarnak a dobosa. Nagyon jó barátom egyébként, a Paci úgy hívja, ez a magyar neve, hogy Paci, mindenki így hívja. És elmondanám pár mondatban az ő történetét. Nagyon jó barátja annak az embernek, aki a DXN üzletet idehozta Magyarországra, Kocsú Lacinak, és Laci annak idején, hogy ez megtörtént, akkor adott neki egy kávét is. Paci megmondta, hogy figyelj ide, Lacikám, én olasz ember vagyok. De az a kávét iszom, és nem is fog már sohasem. De azért elviszem a kávédat. És ő is tett, hazavitte, és le is tette valahová. Csak hogy egy szombati napon, mikor kávét akart volna, én miután felkelt, nem talált otthon kávét. A felesége nem volt otthon éppen, aztán úgy döntött, hogy inkább megkóstolja a Kocsú Laci által adott kávét, mint hogy elmenjen az üzletbe. És a kávé után úgy döntött, hogy többet nem iszik le az a kávét olasz létére, hanem ezt a kávét fogja inni, látszott is a videón, hogy oda van érte, az még kevés oda van érte, hanem időközben sikerült nekik egy nem is kicsi üzletet felépíteni. A DXN-en belül. Én szeretek mindig másoknak a példáját is hozni, nem csak a sajátomat, mert nem egyedül vagyok, aki ezt a kávét szereti. Vannak nekünk egyéb élelmiszereink és lúgosító italok, amik szintén arra szolgálnak, hogy az ember az étkezését tudja feldobni vele, illetve hát van ott fent egy érdekes dolog, ez Noniból készül, Monizinak hívják. A Nonit azt nem kell itt Magyarországon bemutatni, mert van sok cég, aki ezt forgalmazza. A DXN-nek a Noni annyiban különbözik másokétól, hogy a DXN az hozzákevert még egy gyógynövényt, úgy hívják, hogy Rozel, és ettől egy egészen kellemes íze lett ennek az italnak, jó ízű juice. Én korábban azt gondoltam, hogy csak hígítva lehet fogyasztani, aztán miután itt járt egy indívő jó ember, és bebizonyította, hogy működik ez sűrűn is, azóta én úgy iszom reggelente egy kortyot. Mert azt mondják, hogy ha az éjgyomorra reggel azzal kezd az ember, hogy ebbe egy kortyot, ameddig csak tud a szájban tartja, akkor onnan a száj nyálka átjelen keresztül már nagyon komoly jó hatásokat tud ezt tenni. Megmondom egészen őszintén, hogy nem tudom, hogy micsodát. Én jól éreztem magam korábban is, meg most is, de ki kell próbálni. Aztán vannak a táplálék kiegészítőink, amikben ganoderma gomba, spirulina alga, cordyceps gomba, és még egyéb sok-sok minden van, meg ezek keverve is. Igazából azért nem akarok erről sem többet beszélni, mert akkor reggelig itt lennénk, a meghívó mindenkinek meg el tud erről is mondani mindent. És egy nagyon érdekes csoport, ugyanis a ganoderma kívülről is tudhatni, nem csak belülről, az embernek a bőrén keresztül is. Jane Yeo, aki nekünk a Malázia felsorolunk és DXN-es termékekkel gyógyít, úgy hívják a tevékenységet, amit folytat, hogy gonoterápia, őt meg úgy hívják, hogy gonoterapeuta. És ő azt mondta, hogy ez talán a legjobb módja annak, hogy a gonoderma be tudja jutni, hiszen a legnagyobb szervünk az a bőrünk. És ez egy nagyon-nagyon jó hír volt az én számomra, mert amikor ezt elmondták, akkor rögtön leesett nekem, hogy a szappant majd nem kell megennem ahhoz, hogy hatása legyen. Elegendő lesz megmosakodnom vele. Van szappan,
tusfürdőt, sampon, fogkrém, és mindezeknek a kicsi változata ilyen utazószerbe is megtalálható. Érdemes őket kipróbálni. Csak úgy, mint a kozmetikumokat, amiket a hölgyek nagyon szeretnek, főleg azért, mert töredék áron kapható nálunk ugyanaz a Donodermával készült krém, mint amit más menő kozmetikai cégek aranyáron árusítanak. Ha jól tudom, akkor hasonló méretű Donodermás krémet valamelyik vezető kozmetikai cég az ilyen $350-os áron hozott forgalomban. Nálunk az egész család 37 000 forintért kapható, bőven van a lemosó, meg a bekenő, meg a hölgyek tudják, hogy mi ez, és mindig ki is szokták próbálni. Én meg csak úgy néha lopkodok belőle, mert a főzőszó az milyen államok van. Biztos látszik is rajta. Oké, nem nagyon akarnám a termékeknek a bemutatását tovább ragozni, mert annak idején, amikor én ilyen tájékoztatókra jártam, akkor pont ez volt az egyik pont, amit nagyon nem díjaztam, hogy így előhoztak mindent, és akkor mindenre megmondták, hogy hány százalék, meg hány milligram, mindegy, egyáltalán nem érdekel. Nem, mert amikor hozták a gyönyörű edényeket, és akkor mutatták, hogy ez ennyi, 17 milliméter, három rétege van, meg ilyen, hát amikor főznek már benne valamit, mert annak legalább volna tetején. Azt szeretném most megmutatni, hogy hogyan lehet eljutni az első kávétól a passzív jövedelemig, hogyha valaki ez itt érdekel. Engem érdekelt annak idején, és most is nagyon érdekel. És itt egy kicsit visszatérnék a kávéhoz, és szeretném így üzletileg megmutatni azt, hogy a DXM miben különbözik más cégektől. Mert hogy sok cég van olyanok, akik nagyszerű termékeket állítanak elő, kiváló étrendkiegészítőket és vitaminokat, és erre igénye is van az embereknek manapság már, hiszen a legtöbb ember rájött arra, hogy már azok a táplálékok, amiket ezelőtt 30 évvel bátran megehettünk, és az biztosította a számunkra, a szervezetünk számára megfelelő tápanyagokat, és ásványanyagokat, és vitaminokat, és ilyen dolgokat, amik elvileg benne kéne, hogy legyenek, az ma már nem úgy van. Például egy ismerősünk a tavasszal vásárolt eplet, szép piros eplet, hazavitte, hogy elkészíti a gyerekeknek, betett a vízbe, és pont akkor Pekkére felhívták egy telefonon. Nagyjából egy fél órán keresztül beszélt, mikor visszament, addigra az eple a víz szépen le is mosta. Annyira, hogy fehér volt az összes. Mert hogy a piros színe az valahogy kiázott belőle. Tudta, hogy nem a nap csinálta azt a piros színt, hanem valami más. Úgyhogy nagyjából ilyen dolgokat lehet a piacon kapni mostanában, és tényleg van igénye az embereknek arra, hogy vitaminokat és ételkiegészítőket használjanak, és készítenek is ilyeneket. Csak így üzletileg elgondolkodtam rajta, hogy milyen lehet az, amikor valaki mondjuk olyan termékkörrel rendelkezik, amiben csak kapszulák vannak, vagy tabletták, és szeretné a barátját megmutatni, mondjuk így az utcán összefut fel, és azt hiszem, fú, de jó, hogy találkoztunk, figyelj, bemegyünk ide a sarkit, leszoba, megeszünk együtt néhány kapszulát. Egy másik, hogy de jó, hogy látlak, ezt hozzánk mosunk együtt. Mit mond a díszenes? De hogy összefutottunk, figyelj, iszunk egy kávét. Na, de hát nem csak a díszenesek mondják ezt, hanem mindenki ezt mondja, akármikor találkozik a barátjával, az első dolog az, hogy ígyunk egy kávét. Az már, hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor nem a presszóba kapható kávé, hanem egy pohár forró víz és az előbb ott látott kávé kínálat kerül elő, és valahogyan úgy készül el, mint ahogy azt a kiváló dobos barátom bemutatta, ennyire egyszerűen, ez már csak rajtunk múlik. És amikor minket meghívnak egy kávéra, mindig elfogadjuk a meghívást, de csak egy pohár forró vizet kérünk, és az biztos, hogy ezzel már is felkeltetjük az érdeklődését annak, aki meghívott minket, mert nem is értő, mit akarunk a forró vízzel. Úgyhogy egy nagyon-nagyon egyszerű eszközt kaptunk a kezünkbe, ami egyben a termék. Tehát úgy van egy eszközünk, hogy az önmaga a termék, kontakteszköz és termék egybe, ilyen senkinek nincsen, csak nekünk. És az emberek, akik egyébként szeretnék a szervezetüket karban tartani, és ezért aztán mindenféle táplálék kiegészítőket fogyasztanak, azt vettük észre, hogy a legnagyobb igyekezet mellett is, ebben a mai rohanó világban ezek a bogyók, ezek ott maradnak reggel az asztalon. Aztán három nap múlva veszik észre, hogy nem is ettünk vitamint. De hát ott hallotta már valaki, hogy a kávéját elfelejtette valaki megvinni. Én még nem. És ebbe a kávéba, ahogy már mondtam, benne van a Donodermo, az a hatóanyag, amit az embernek az öngyógyító folyamatai fel tudnak gyorsulni, és még másfajta tapasztalatok is elő tudnak jönni, hiszen
az emberek elkezdenek jótékony hatásokat tapasztalni. Sokfélét. Például, hogy már nem éved orra. Például, hogy nem esik ki a szíve, miután megittam a kávét. Vagy, hogy kevesebb alvással, alvás után pihentebben ébred. Meg még számtalan dolog. Nekünk van egy történetünk, talán 2 évvel ezelőtt jártunk Ukrajnába, és megkértek minket itt Magyarországon egy fiatalember, aki oda valósi volt, hogy vigyünk el valamilyen holmit, és tegyük le ott a barátaink, vagy ezt a rokonainál. És hát odaértünk, nyilván az volt a szándékunk, hogy beadjuk a csomagot, és megyünk is tovább a dolgunkra, de hát ezt nem lehet Kárpátalján ért csinálni, magyar ember jött a magyarhoz, ott rögtön védelni kellett. Semmiképpen nem is tudtunk volna elmenni, mert lehet, hogy kiukasztják az autókerekét, hogyha megpróbáljuk. És hát nyilván az első kérdés az volt, hogy iszunk egy kávét. Ó, hát persze. De mi csak egy forró vizet kérünk. És akkor egyben eljutottunk odáig, hogy ők is megkóstolják a mi kávénkat. Aztán meg, ha már így volt, akkor ott hagytunk egy doboz kávét, hogy csak kóstolgassák nyugodtan. De mondták, hogy mikor visszafelé megyünk, akkor mindenképpen menjünk be, mert hogy ők is adnának egy csomagot, amit majd el tudunk hozni az ő barátjuknak ide. Úgyhogy visszafelé menet. Megint bementünk hozzá ők, és akkor jött a döbbenet, mert ez a hölgy, aki annyira megörült a mi kávénknak, az nekünk is megörült akkor, nagyon, a nyakunkba ugrott, és elmondta, hogy előtte neki a kávézás az úgy működött, hogy megfőzte a kávét, a csészébe oda tette, mellé egy pohár vizet, és ott volt a sablekötő tabletta. És amikor megitta a kávét, akkor rögtön ment utána a tabletta és a víz. Tehát ez egy ilyen szertartás volt, nem véletlenül, mert ha nem ettem a tablettát, akkor gondjai voltak. És a Dixon kávét 2 nap telt el. 2 napja fogyasztotta, és a sablekötőt így kilopta, mert nem kellett neki. Kicsit számoljunk. Hagyományos kávé ára plusz sablekötő ára. Ez ugye a kávé ára, akkor, mikor valakinek ezt kell inni. Dixon kávé minusz sablekötő, ez meg a Dixon kávé ára. Picikét hadd menjek tovább, hiszen ez is egy tapasztalatunk, hogy akik Dixon kávét kezdik fogyasztani, még olyanok is, akik korábban 10-12 kávét ittak meg egy nap, szépen visszacsökken 2-4-re a kávére a kávéfogyasztásuk. Tehát, hogyha mindezt így összeadjuk, akkor mit állapíthatunk meg? Aki Dixon kávét fogyaszt, az forró jó sokat a többihez képest. Tehát a Dixon kávé sokkal olcsóbb kávé, mint bármelyik másik, ami a piacon kapható. És ezeket a jótékony hatásokat megtapasztalják az emberek, aztán megkérdezek minket, hogy figyelj csak, ez amit én érzek, ez ugye a kávétól van, nyilvánható. Nem lehetne ezt egy kicsit turbózni? És akkor ilyenkor szoktuk megkérdezni, hogy egyébként hány kávét iszol? És mondjuk el, hát akkor így áll 12-t, és akkor mindjárt rendbe esztek a dolgok. De hát nem ez a lényeg, hanem ott vannak a kapszulák, amikre nagyon nem tértem ki, csak megmutattam. Hiszen azokban a kapszulákban pontosan ugyanazok a hatóanyagok vannak benne, mint a kávéban, csak sűrített formában, abban már az ember megehet 2-4-6-8-at, kinek mennyi az igénye, és a hatások gyorsabban fognak jelentkezni. Aztán ezek az emberek, akiknek ilyen jó tapasztalataik vannak, ezek nem azért, mert mi ezt mondjuk nekik, hanem azért, mert egyszerűen szeretnek az emberek a jó dolgokról beszélni. Elkezdenek erről beszélni másoknak. Van egy tanárnő, a mi csapatunkhoz tartozik, valahol az Régegyfalán környékén lakik, és szándékosan azért kereste a Dixont, mert problémái voltak, egészségügyi problémái, és jónak tartott ezeket a termékeket, elkezdte fogyasztani, de rögtön, amikor ezt elkezdte, akkor gondolkodott azon is, hogy a anyukájának is kéne kicsit segíteni. A 70 év fölötti idős asszony állandóan az ágyba feküdt, nem nagyon bírt már mozogni, de nem hallani nem akart semmiféle kapszuláról, távét meg nem ivott. És akkor a Zsuzsi azt mondta neki, hogy figyelj csak, így áll ilyen kakaót. És a Dixon-es kakaóból készített neki egy zacskót, 2 felé bontva reggel, meg délbe adott neki egy pohár kakaót. És a mama egy hétig itt ezt a kakaót, aztán felkelt az ágyból, felöltözött és elment a templomba. Ahol nem látták őt már nagyon régóta. És nagyon örültek neki, hogy újra látják, és meg is kérdezték tőle, hogy mi történt? Hogy most itt tudsz lenni? És elmesélte, a lányom olyan csoda kakaót hozott nekem, ami rendbe tett minden. Onnantól kezdve, mert felfutott a kakaó, a kokozinak a fogyása, mert mindenki ezt akarta a forró. Ennyire egyszerű egyébként az emelem az erről szól,
így működik. Beszélnek az emberek a saját tapasztalataikról, és új fogyasztók kezdenek csatlakozni a hálózathoz. Mi történik azután? Ezek az új fogyasztók szintén emberek, akik nem felejtik el meginni a kávéjukat, aztán jótékony hatásokat tapasztalnak, végigmegyek rajta még egyszer, ugyanazok, mint az előbb volt. Ez egy ilyen körforgás, ilyen szépen működik, és egymás gerjesztő folyamatok zajlanak itt. És lehet, hogy most egy újabb kérdés merül fel bárkinek itt, hogy vajon nekem működhet ez a dolog. Mert hát oké, mert 20 lehető, az beszél róla, neki működik. De vajon nekem működik-e? Mert hallottam én már az M&M-ről sokat, ismerem az M&M-et, az nem működik. Szoktak ilyet hallani? Én arra meg azt tudom mondani, hogy én meg itt vagyok, én nem csak hallottam az M&M-ről, hanem csinálom, és nekem meg működik, úgyhogy lehet, hogy talán rám kéne hallgatni. Azt mondja, hogy a szomszédom is belevágott, és neki nem ment. Hát de nekem is van szomszédom, akkor én is valakinek a szomszédja vagyok. Most akkor valamelyik szomszédnak működik a dolog. Nincsenek ismerőseim. Oké, rendben, akkor még az előadásnak megismerkedünk, és már is lesz, jó? Nagyon egyszerűen működik. Nem tudok előadást tartani. Nem baj. Én tartok. Most is vagyunk itt többen, senki se tart, csak én. A többiek meg jó kihasználják, hogy én tartok. Az M&M egyébként egy ilyen üzlet. Biztos ezt is hallottam már, hogy az M&M-ben kihasználják az embereket. Tényleg így van, az okos emberek, akik belépnek egy M&M-be, azok kihasználják a rutinosoknak, a sikereseknek a tapasztalatát és a tudását. Mert hogy az M&M-esek a rámenősek. Ilyet is szoktak mondani, biztos valami ilyet láthattak, vagy hallhattak. Szevasz, üdvözöllek, nagyon rég láttalak. Már általános iskolában láttam, hogy egy kreatív, nagyon tehetséges, nagyon ügyes fiú vagy. Ezért szeretnék veled megismertetni egy nagyszerű terméket. Ne menj el, nem pilóta játék, a Csipkecsoda gyógytea. Ez a gyógytea bizonyította jó a rákra, az écre, a szifiliszre. Lehet, hogy neked erre nincs szükséged, de rendben van, azt mondom, hogy rendben. De most meg tudod tőlem vásárolni 25 000 forint helyett 11 200 forintért, és ez már tényleg kevesebb, mint a fele. 10 filter Csipkecsoda gyógyteát kapsz. De ha neked mégse kell, akkor arra buzdítalak, szállj be az üzletbe. Én is egyetem mellett csinálom. Várjál, ne menj el! Megvehetsz háromféle induló csomagot. Az aranycsomag az 250 000 forint. De mit kínálok én ezért cserébe? 72,2% és csak ebből! Mondjuk beszervezek két embert, jó? 10-10 embert szervez be maga alá. 22 ember dolgozik, és csak neked. 3200 embered lesz. Már emberek 10 000-ei fognak neked dolgozni. Garantáltan meg lesz a gyémánt üzleted. Várjál, ne menjen, most jön a java. Jövő héten lesz az előadása Joe McIntosnak, aki a Csipkecsoda Gyógytea Corporation atya. Ez az ember, ez már csitrilliárdos, nem tudja, hogy mennyi pénze van. Neked akarja adni ezt a pénzt. Üljél már vissza, adok neked, várjál. A McIntosnak nem menjél már el. Akkor két filtert vegyél már. Jövő héten hívlak, minden jó. Ezt talán tapasztalta is mindenki, nem ezt a stílust folytatjuk. És össze is szedtem gyorsan itt egy felsorolásba azt, hogy mit is kínál a végszen, és hogy ez miben más, mint amit az elején ott a hagyományos életmodellje felsoroltunk. Nézzük meg! A végszen üzletet el lehet kezdeni munka mellett. Tehát ha valakinek van jelen pillanatban bevétele, van egy olyan tevékenysége, amivel pénzt keres, akkor az fel ne mondja. Azt csinálja. Mi is így kezdtük annak idején. Igaz, hogy néha táppénzen voltam, de mégiscsak a buszvezetés mellett. Kezdtem el, a feleségem pedig még dolgozott a gondozóként, amikor elkezdtük, el lehet kezdeni, és szépen a munka mellett a szabadidő egy részét felhasználva lehet az első lépéseket megtenni. Egy, két, cseréljük ki ezt a kettest hármasra. Mert szerintem, hogyha valaki 3 év alatt a mai világban fel tud építeni magának egy olyan második lábat, ami ő neki egy második jövedelmet jelent, akkor azzal meg lehet elégedve. De én azt mondom, hogy egy-két év alatt ezt meg lehet tenni. A nyugdíjkorú DXN tagok nem kaptak kevesebb pénzt, mint az aktív korúak. Hát attól, hogy valaki eléri az aktuális nyugdíjkorhatárt, attól ugyanaz szerződése marad neki, mint ami volt előtte is. Most nem tudom, úgy tudom, hogy 62 év a nyugdíjkorhatár, ugye?
Én nagyjából satszolom, hogyha majd eljutok a 62 éves korba, akkor az azt fogja jelenteni, hogy akkor meg majd már 72 lesz. Aztán meg még lehet, hogy még több lehet, az életben nem jutunk el odáig. De minek kéne történni ahhoz, hogy egy DXN hálózat építő, aki nyugdíjkorú lesz, a következő hónapban kevesebb legyen a bónusza? Hát mondjuk, hogyha a hálózatának a tagjai, akik ezt a fajta terméket fogyasztják, ők így összebeszélnének és azt mondanák, hogy na most ez már nyugdíjkorú lett, akkor most, ha mostantól kezdve nem iszok ilyen kávét, meg vagy mást, és mindenki megtenni, akkor lehet, hogy lenne ilyen helyzet, de azt gondolom, hogy erre nagyon kicsi kell az esély. És ami nagyon fontos, hogy az üzletet, az üzletünket örökölik az örököseink, akik tudják azt várni. Mert ahogy mondtam az előbb, ugye mi hosszú idős korot szeretnénk élni, de hát még csak ezt sem kell kivárniunk, hiszen a gyerekeink is beszállhatnak az üzletbe, nem azért, mert Kálmán a bizniszmágus az imént azt mondta, hogy ezt javasolja, és egyetlen veled csinálhatják, hanem azért, mert a DXN-es szülők a fiatalkorú gyerekeiknek már eleve építik az üzleteiket, és nekünk is a három lányunk közül kettőnek már gyémánt üzlete van, a harmadik pedig építés alatt áll. Úgyhogy meg se kell várják azt, hogy a szüleikkel, nem kell, hogy arra utazzanak, hogy hol vannak már neked, meg megkapjon az örökségemet, mert lesz nekik például bevételük anélkül is. Ez jó. Akkor elmondom azt is, hogy a DXN miket ad azoknak, akik úgy döntenek, hogy csatlakoznak hozzánk. Először is azért az óriási 5000 forintos regisztrációs díjért kap egy 25%-os örökös kedvezményt a DXN termékeire, tehát a fogyasztói árhoz képest 25%-kal olcsóban tudja megvenni az összes termékünket. Aztán használhat egy nagyszerű rendszert, amihez tartozik 15 nyelven webáruháza bővített weboldal, teljesen fel van építve, ezeket természetesen személyre lehet szabni, úgyhogy a elérhetőségeket, a saját történetet az ember ezen megjelenítheti, teljesen ingyen használhatja ezeket is. Teljesen ingyen használhatja a hírlevél küldő rendszer, amelyiken keresztül gyorsan tud kapcsolatot tartani a vásárlóival, érdeklődővel, csapatának a tagjaival, meg a családtagjaival is, hogyha éppen létrehoz egy olyan címlistát, amiben kizárólag a családtagok vannak. A videóimő küldő rendszer, ami szervesen összedolgozik ezzel a hírlevél küldővel, szintén használható teljesen ingyenesen, és ehhez még a videók is megvannak egy része, hiszen a cég előállít folyamatosan olyan promóciós videókat, amiket lehet használni több nyelven, de természetesen bárki felvehet önmagának akármilyen tartalmú videót, és ezeket is a világ minden pontjára el tudja küldeni ezen a rendszeren keresztül. Azt, hogy össze van kötve, hanem olyan alkalmazások futnak ezeken az oldalakon, hogy rögtön a legnagyobb közösségi portálokon meg lehet osztani, és lájkolni lehet, hozzászólni, meg tovább küldeni, meg válaszolni rá. Hát ez, szerintem a mai világban ennélkül már nem is működik semmi se, de annyira szuperek a barátaink ott a hátoldalon, vagy nem a hátoldalon, hogy hívják, hogy back office, nem? Na hát szóval a számítógépek mögött, akik informatikával foglalkoznak és ezzel a rendszerrel. Most ezt nem azért mondom, mert a helyszínen is vannak képviselők. És egy nagyszerű internet rendszer is tartozik hozzá, amit én most nem fogok belemenni, mert nagyjából négy órán keresztül beszél róla, aki találja, vagy én biztos holnapig beszélhetnék róla, de nem akarok, mert ezt mindenki meg tudja hallgatni, majd a meghívóját kérje meg is, hogy meg fogja mutatni, miről is beszéltünk. Fontos a pénz? Egy kicsit beszéljünk akkor konkrétan a pénzről. Újra visszautalnék azokra az időkre, amikor ilyen tájékoztatóra jártam, és akkor ilyenkor szokott azt történni, hogy elővettek ilyen fehér támlát, akkor rajzoltak fel köröket, és írogatták azt, hogy mi lehet akkor, hogyha egyébként a csillagok, meg a Szaturnusz, meg a Hold, meg minden pont úgy áll, ahogy állnia kell, és hogyha minden a legnagyobb rendben van, akkor lehet, hogy majd egy év múlva esetleg előfordulhat az is, hogy pénzed lesz belőle. Aztán mostanában vannak olyanok, akik meg azzal operálnak, hogy valahonnan kiolvoznak egy-egy részletet, hogy valahol ott Amerikában van olyan ember, aki esetleg keresett pár egyszer valamennyi pénzt valamivel, és akkor most itt is biztos fognak ilyennel keresni. Én nem szeretnék ilyen dolgokkal jönni, én szeretnék tényeket mondani. Szeretném megmutatni azt, hogy hogyan működött ez a mi esetünkben. Azt hívom első szakasznak, hogy a nullától a gyémánt szintig. A gyémánt szint azt jelenti, hogy az ember már mindenképpen egy második szintű, vagy második
bevételnek számító pénzre szer tud tenni. Vannak itt gyémántal a körünkben, bologassatok, hogyha úgy gondolják, hogy így van. Oké, akkor így van ezek szerint. Nekünk ez az időszak 13 hónapon keresztül tartott. Az előbb ugye azt mondtam, hogy 1-2 év alatt el lehet idáig jutni, meg aztán abban is megjegyeztünk, hogy ez csak 3 év, akkor sem rossz. Nekünk pont 13 hónap kellett hozzá, méghozzá ilyen felbontásban, hogy 7 plusz 6. Ugyanis az első 7 hónapban nem is volt a DXA jelen Európában. Mert hogy mi már akkor csatlakoztunk, amikor a hírét meghallottuk, hogy lesz itt valami. Én úgy gondoltam, hogy biztos, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy rögtön beléptünk, és akkor 7 hónapon keresztül igazából nem történt más, mint a szervezés. És utána 2009 márciusában indult el az üzlet. Ahhoz képest kellett nekünk 6 hónap, hogy annak az évnek az augusztusi hónapjában már gyémánt bónuszt kapjunk. És akkor én felmondtam a munkahelyemen, tehát onnantól kezdve nekem nincsen munkahelyem. Látszik rajtam? Ez alatt az időszak alatt mégis már 1.223.000 forint volt az a bónusz, amit nekünk a DXA-n képviselőt. Ha ezt elosztom ezzel a 13-mal, akkor az jön ki, hogy 94.000 forint havonta. Ha valaki össze tud hozni bármilyen módon a munkája mellett 94.000 forintot havonta, akkor az szerencsés ember, nem? Ez nem igazán jellemző dolgok közé tartozik. A DXA-nál ez működött. És akkor van a második szakasz, az pedig a gyémánttól, ami nekünk már 44 hónapja tart, tehát most már ez a 45. hónap, 44 hónap, ami gyémán bónuszt kaptunk már, amiről tudni kell, hogy mindig félből forintnál több volt. Meg mennyi volt, azt nem mondom el. Csak egy viszonyítási számot mutatnék, hogy akkor, amikor az első hónapban kaptunk gyémán bónuszt, akkor 2500 tagja volt a csapatunknak, most meg 13.000 van. Aztán a következtetéseket mindenkire rábízom, úgysem tudják eltalálni, de nem is ez a lényeg. A lényeg az az, hogy számoljunk ezzel a félmillióval. Ez alatt a 44 hónap alatt pontosan 22 millió forint. Ennyi pénzt költöttünk el. Nem ennyi volt az ígéret, mert valamikor kaptunk, ezt a pénzt elköltöttük. Azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert mi nem olyan vagyunk, mint az Allspice. Nem bizonyítékkel, hanem ígéret, meg gondolom mindenkinek, aki itt ül. Oké, egy pár gondolat a saját sikereinkről, az eredményeinkről. Ez egy nagyszerű és emlékezetes nap volt, amikor a DXA 4. születésnapjára DXA marketing igazgatója megajándékozott minket egy kitüntetéssel. Valamit talán tettünk az elmúlt 4 évben. És pár szám, a 13.000-ben mondtam, tehát annyian vagyunk most. Jelen pillanatban többi 40 országban épült ki ez a hálózat. Ez nagyon fontos egyébként, és itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy micsoda online hátterünk van, mert anélkül nem ment volna. Tehát mi nem ismertünk senkit Romániába se, Csehországba se, Szlovákiába se, Németországba sehol sem. Viszont az online eszközök használatával az ember nyugodtan ki tud nyúlni innen sokfelé, és most már annak örülünk, hogy a csapatunkban van egy csomó olyan ember, akik még jobban csinálják ezt, és most már Spanyolországtól elkezdve Dominika, meg ilyen helyeken is vannak üzlettársaink. Szerintem ők nem is tudják, hogy mi létezünk, meg kik vagyunk, de amikor megisznek egy pohár kávét, akkor nekünk kicsit csörög a pénztárgép. Ez a nagyszerű ebben a bizniszben. 54 gyémánt van már a csapatunkban. Valódi anyagi függetlenség az, amiben részünk van, és ezt egy kicsit szerintem érdemes körüljárni ez a témát. Mert ez is volt egy olyan szó, egy olyan fogalom, amit régebben, amikor ilyen tájékoztatókra jártam, akkor sűrűn hallottam. Aztán utána belekóstoltunk néhány emelembe, és akkor is sűrűn beszéltek róla, de nem nagyon láttam, hogy élnék is ezt. A beszélni beszéltek róla. Viszont termékünk a kávé miatt a DXA-ben viszonylag hamar meg lehet tapasztalni azt, hogy ez működik. Mert hogy ebben az üzletben az a következő hónapoknak a forgalma nem azért jön létre, mert ügyes szponzorok és felsővonalak jól tudják motiválni az alsó vonalaikat, akik megvesznek bizonyos minősülések és pontértékek érdekében bármilyen mennyiségű terméket, hanem a mi vásárlóink, tőzsvásárlóink, akiknek valószínűleg a legtöbbjét nem is érdekli az, hogy lehetne üzlet, meg lehetne meg pénzt keresni vele, hanem egy dolog érdekli, hogy finom a kávé, és nem ég már a gyomrom. És nem úrik ki a szívem helyére, és rendeződik a vérnyomásom, és jobban érzem magamat.
és kevesebb pénzt költök kávéra, mióta ezt iszom, és ezért aztán folyamatosan megveszik, mikor elfogy nekik. Ezért az is jellemző a DXR-re például, hogy a forgalmunk nem úgy néz ki, mint általában az MLM cégeknél, hogy elsőjétől 20-áig nulla, aztán onnantól kezd valami lenni, és a 30-a, 31-e akkor meg csúcs, és nem tudják kiszolgálni az igényeket, hanem nekünk folyamatosan növekszik a forgalmunk, szinte azonos a hónap minden napján, mert amikor elfogy a kávé, akkor azt meg kell venni, nem várunk a hónap végéig. És mivel ez így történik, ezért aztán nagyon hamar észrevettük azt az első malajziai utunkon, amikor kint jártunk 2010-ben Malajziába, és a feleségem a tengerparton gyűjtögette a kagylóhéjakat, én meg a barátaimmal egy medencében néztem, amit ő csinál, mert olyan 50 méterre voltunk nagyjából a tengertől. És sütött ránk a nap, és jól éreztük magunkat, és nem tudtam a számítógéppel semmit kezdeni, mert tönkre ment, amit vittem magammal. Az internet kapcsolat nagyon működött, ott voltunk egy szigeten a tenger közepén, nagyon jó volt. De nem kellett attól tartanunk, hogy most majd nem lesz forgalmunk, mikor hazajöttünk, több volt a bónuszom, mint beletelebb van. Ezt gondolom én, hogy valódi anyagi függetlenség és hogy passzív jövedelem. És igazából akkor ebből az is következik, hogy nagyjából az alatt a 13-15 hónap alatt el is jutottunk oda, tehát az első pohár kávétól elég rövid út vezet a DXM-ben eddig a passzív jövedelmig. Hát erről már beszéltem kicsit, hogy utazgattunk már a világban a DXM jó voltából, és folyamatosan egyre szebb tájakra megyünk, most majd ismét a 20. születésnapra Maláziába. Itt egy DXM életstílusról szóló kép, többet nem akartam betenni, de ezen nagyon jól látszik, hogy az a DXM életstílus, amikor az emberek ilyen szűk sikátorokban, ilyen nagyon magas házak mellett mászkálnak, olyan házak, amik ugye valami agyament emberek csónakokat szereltek. Persze, mert ez egy nagy hajó, itt a Splendid nevű óriás hajó, földközi tengeren járt velünk egy egész héten keresztül, és az összes gyerekünk ott volt ezen az utazáson, amit korábban mi buszvezető ápolónő párosként még a Balatont sem nagyon láttuk. A szomszéd faluba mentünk, a Fanyától földött, elég sűrűn. Hát ritkán volt arra lehetőségünk, hogy együtt legyünk, itt meg egy egész héten keresztül együtt voltunk, és ez egy rendszeres dologra lát az életünkben, ez a DXM éles stílus. Lehet kérdés, újabb kérdés, hogy vajon hogyan tudnék én csatlakozni, és hogyan lehetek sikeres? Egy kulcsmondat, vagy egy kulcsemberre hívnám fel a figyelmet, az az ön meghívója, az a kulcsember, aki nagyon fontos ebben, és nagyon fontos, hogy a meghívójának a felső vonala, a szponzor vonala egészen a legfelső szintig mind az ő rendelkezésére áll. Ők azok az emberek, akiket ki lehet és ki kell használni, az ő tudásokat meg kell szerezni, el kell lesni, figyelni kell, és akkor a siker nem fog elmaradni, ez egészen biztos. Csatlakozni pedig rém egyszerűen lehet, 5000 forint plusz egy termék megvásárlásával gyakorlatilag bárki csatlakozhat, és már is élvezheti az előnyeit a DXM termékeknek, illetve ha valaki szeretne repülőrajtot venni, kicsit gyorsabban indulni, akkor tudom neki ajánlani egy 105 pontos csomagot, ez egy lehetőség. Nem kötelező, de hogyha ezt választja, akkor nem kell neki a regisztrációs díjat kifizetni, ennyi kedvezményt ad a cég, és van egy másik csomag, ez az igazán vállalkozói gondolkodással elinduló embereknek 300 pont értékes csomagnak hívjuk. Ebben az esetben a regisztrációs díjat szintén nem kell megfizetni, és plusz 15% kedvezményt is kap még a termékek árából, az, aki ezt teszi meg, úgyhogy szerintem egy nagyszerű lehetőség. Visszatértünk oda, ahonnan indultunk, az üres zsebtől, meg a kirúgás veszélyétől. Én áthúzom ezt, jó? A DXM-ben nincsen ilyen félelme senkinek sem, nem kell, hogy legyen ilyen félelme, sőt, a DXM-ben előjönnek újra azok a régi képek, meg is nőnek, és valóban elindul egy olyan folyamat, aminek a vége az, hogy ezek az álmok, ezek meg tudnak valósulni. És ígérem, hogy amikor nekünk majd így megvalósulnak ezek, amik azért küszöbben állnak, akkor majd beszámolok róla. Mindenképpen nagyon büszke leszek rá. Én nekem nagyon tervem egy ilyen autóval egyszer végigkosítani a Borosznára. Én beváltottam a receptet, amit az orvostól kaptam, rá is ütötték a pecsétet, hogy kiadva. És azt gondolom, hogy a DXR egy óriási gyógyszertár, és mindenki, akinek van bármilyen receptje, ott benne a belső zsebébe, ezt manapság általában ilyen sárga papírokra szokták nyomtatni piros betűkkel, és számok vannak rajta.
Szóval a puskaicsekre gondolok. Ez szokott lenni a legnagyobb gond, amit érdemes lenne beváltani. Ez is belefér ebbe a körbe. A DSM-be ezeket a recepteket beváltják. Ez egy jó hely, jók a patikusok. Szimpatikusok a patikusok. És utoljára egy jó tanács. Mi egy dolgot tettünk, hogy ahhoz, amit az elején feszegettem itt, hogy más eredményt akartunk elérni, ahhoz elindultunk egy másik úton. És tényleg elértük a más eredményt. Még egyetlen gondolat, hogy én korábban próbáltam például megváltoztatni a munkahelyemet, hogy az hátha jobb lesz. Hiszen buszos társaság bőven van ebben az országban, úgyhogy amikor nem voltam megelégedve valamelyikkel, akkor ott felmondtam és elmentem máshol, azonnal felvettek. Egy dolog változott minden esetben. Az autóbusznak a színe, amit vezettem. Vagy kék volt, vagy piros, vagy fehér, de aztán azon kívül semmi nagyon. Tehát ha valaki egyébként már tapasztalta azt, amit éppen csinál, azzal nem tudja elérni azokat az eredményeket, amiket szeretne, akkor ne menjen el egy másik helyre, ahol ugyanazt fogja csinálni, csak mondjuk az irodájának a festése az más színű, hanem inkább lehetne egy másik úton járni. A DSM egy másik út, és a DSM egy jó út, úgyhogy azt tanácsom, hogy változtasson ön is az életén, és akkor ilyen jó helyzetekbe kerülhet, mint amit mi voltunk a hétvégén, az egész család szintén újra együtt, egy nagyszerű tóparton, és szerintem látszik rajta mindenképpen, hogy nem kell róla beszélni. Ez a DSM ötlet. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.